Bármilyen is furcsán is hangzik, az aktuális forma alapján a tizedik helyezett Debrecen lett az esélyesebb a fejében a vendég szereplő Békés Csabával szemben. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Debrecen Békés Csaba találkozó kerül megrendezését az Oláh Gábor stadionjából. Ám hogyha rápillantunk, pirosba fog majd játszani a hazai Debrecen, fehérben pedig a vendég Békés Csaba. A Vörösmarkiak egy meccse nyeretlenek, hiszen az előző mérkőzésükön 1-0-ra kikaptak a Lombardpápától, a sereghajtó Lombardpápától, de hogyha nyernek, akkor megelőzhetik az Újpestet. 6. helyen áll egyelőre a Békés Csaba. Weiser Roland fogja vezetni a mérkőzést, tehát a Tóth Szaká, illetve Juhász György. A két csapatot nem kell annyira bemutatni, hiszen az előző mérkőzésükön 5-1-re győzött a Debrecen a Békés Csaba ellen. Illetve a tabella, tehát a Budapest Honvéd előzze meg 1 ponttal a Békés Csabát, és 10. helyen meg a Debrecen, és annak 2 ponttal van lemaradva a haladástól. Íme a hazai a kezdő 11-re, Szidi Bejére kell, nagyon kell figyelni, Kulcsár Tamásra, illetve Szakályra, meg Rezesre, hiszen ők azok, akik nagyon tudnak támadni. 4-1-2-1-es felállást választott Kodnás Elemér. Íme a Békés Csaba kezdő 11-je. Ugyanaz a kezdő 11 futpályára, amelyik a Magyar Kupa dönt, Magyar Liga kupán az MTK ellen. Ugyanaz a kezdő 11, ugyanaz a kezdő 11, tehát 4-1-2-1-2, Pantovics, Lekóira, Vojkula, Szűcs, Gyurján, Juhász, Tornbein és Szkesszik személyében. Itt látható Szkesszik. Sok debreceni zászlót láthatunk itt, mert a csodálatos labda, amivel fognak játszani a játékosok. És akkor elindult a mérkőzés, balról jobbra fog majd az első fél időben támadni a Debrecen, jobbról balról meg a Békés Csaba. Tehát még egyszer, fehérben a vendég Békés Csaba, szokásos piros mezében pedig a hazai Debrecen. Király, Szűcs, Pantovics. Ugyebár az előző mérkőzésükön, tehát a hazai pályán nagyon csúnyán kikaptak a Debrecentől a csabaiak, 5-1-re kikaptak a csabaiak a Debrecen ellen, hiszen nagyon, nagyon jó játékkal képviselő Debrecen eléggé megérdemelten vitte haza a 3 pontot a Kórház utcából. Lekóira indul meg, Lekóira próbáltam megpasszolni, de a Vörösmarkiaknak nem sikerül egyszerűen a gólváltás, de sikerült nekik az MTK ellen, igaz, 2-2-es eredmény volt, de utána meg 3-2-re győztek az MTK. Nem győztek, hanem kikaptak elnézést. És ez azt eredményezte, hogy a Vörösmarkiak véget ért nekik a Magyar Liga Kupa, így hát maradt a bajnokság. Úgyhogy nekik inkább marad a bajnokságos küzdelmek, de szerintem most már úgyse fogják. De matematikailag még lehetnek az első helyen a tabellán, de nagyon-nagyon kicsi az esély rá, hogy a Békés Csaba az első háromba, top háromba jusson, inkább maradnak a top 10, vagy a több top 5-be. Hát igen, most már az utóbbi, tehát a top 10-be lennének jobban, de hát hogyha mondjuk a top 5-ben benne lennének, akkor az is jó lenne. De itt most nem az OTP Bank Liga, nem a bajnokságnak a legjobb csapata, hanem a tabella szerint lehet ezt érteni, hiszen a Békés Csaba 10 év után került vissza a felhősőházba. Azóta remekül borzsikál, úgymond a Békés Csaba, ha vereségeket nem számítjuk bele, csak a döntetleneket, meg a győzelmeket. Hát ezt a nagy aranyjelű vereséget ott hazai pályán nem kellett volna elszenvedni, de viszont x-elni tudtak még a most bajnok Győrrel. 2-0-ra győztek a Ferencvárossal szemben, meg a videótoltó sajnos 3-2-re még a bajnokság elején. Közben nézzük ezt a helyzetet. Lekóérán, nagyon jó megpattanó, ez meg verpecé. A 18. percben volt az első helyzet a Békés Csaba előtt, nagyon jó kijátszották a védelmet a csabaiak, most arra nagyon kell figyelniük Szakály Dénesre, Rezes Tamásra, illetve Szidi B-re, mert nagyon erősen tudnak ezek védekezni, de hát még csak a 10. helyen vannak. A Debrecen, a Békés Csaba meg a 6., eléggé lejjebb csúsztak a tabellán az utóbbi döntetlen, illetve vereségek miatt, de én leginkább döntetlenre futotta, ezért is mondtam, hogy eléggé nehezen mennek a góllövés, a gólok aránya. Mert hiszen a góllövő lista 4. helyén áll, ha minden igaz, Lekóira. De hogyha nem számítjuk bele a Magyar Kupát, akkor nem lenne ő a 4. helyen, de mivel a bajnokságot kell számítani, mert az a legfontosabb. Így hát abba számítjuk bele, hogy Lekóira, tehát a bajnokságban összesen 4 gólt szerzett. Hát az nem annyira sok.
de sokra lehetett volna számítani, de Sidibé az, aki, meg a Videóton játékos, a Gyurcsó is sokat szerzett, úgyhogy a Békés Csabaiaknak nagyon kellene a gólszerzés, de hát ők nem az utolsó helyen állnak, hiszen jól kezdték a szezont 3-1-re, igen, 3-1-re győztek az Újpest ellen, de sajnos 3-2-re kikaptak a Videótontól, de utána 2-0-ra a Diósgyőrt verték meg, utána 1-1-es döntetlent játszottak a Győrietóval, még 1-1-et játszottak a Budapest Honvéd ellen, és az 1988-as Kuba döntőn meg 3-2-re győztek, úgyhogy azért volt annyira nagy múltra tekint vissza a Békés Csaba Budapest Honvéd mérkőzés. Na nézzük közben ezt a helyzetet, Szűcs indult volna meg nagy lendülettel. Hát egyelőre nincs gól, csetben csordogál a meccs. Egyelőre helyzetek itt, helyzetek ott, hogyha mondhatnám így is. Egyetlen egy helyzetük volt a Csabaiaknak, az Verpec kezébe repült a labda, hát megpattanó. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy kapus csemege. Na most kapja a góllövő lista 4. helyen álló Lekoéra, de már el is veszíti Lekoéra, de utána meg is szerzik. El is veszítik a Csabaiak. Kulcsár. Kulcsár indul meg nagy lendülettel. Kulcsár. Korhut. Védőt játszik, de Korhut néha fel szokott jönni. Támadólag ott a gólhelyzet! Szépen kivédte onnan Szkeszcsik. Valahogy ki kellett kaparnia. Ott a gólhelyzet közben Szakály indult volna meg nagy lendülettel. Ott voltak a csapai védők is. Tudtak jókor, jó időpontban el vinni a labdát a kaputól. Na az a mehet a Békés Csaba Lekoéra. Lekoéra átszenvedje magát a védőn. Lekoéra vezet a Békés Csaba. A 40. percben megszerzi a vezetést, tehát a Békés Csaba. Ez már az 5. gólja, tehát Lekoérának. Átszenvedte magát 3 védőn, és senkitől sem zavartatva csavarta a bal, jobb felső kapuba. 1-0 tehát a 40. percben. Békés Csaba Debrecen 1-0. És hát a fél időt szerintem ezzel fogja zárni a Békés Csaba. Bódi. Ott a gólhelyzet közben. Szűcs. Bocsánat, Szakály. Szakály előtt van a lehetőség. Szkeszcsiknek ki kell jönni a kapujából. Jó ütemben jött ki Szkeszcsik a kapujából. Az első Debrecen szöglet jöhet, tehát a 43. percben Bódé kifejelik, és akkor újabb szöglet jöhet, nem? Máté fejelt. Rosszul fejelte meg ezt a labdát Máté, úgyhogy kirúgásra jöhet, folytatódhat a meccs. Radványi. Radványi nem veszedik ki a labdát, Radványi bent tartja, nagy nehezebben tudta tartani. Újkulec. Pantovics. Pantovics. Hát, hogyha 16-oson belül megpattanó szöglet. 1-1, tehát most egyelőre a szögletek aránya. És Radványi végezheti el. Nem tudják felfejelni a Csabaiak. Vujkulet. Vujkulet! Vujkulet! Verpec! Védhatalmasat. Rezes. És ezzel zárul az első félidő. Debrecen Békés Csaba 1-0. Az első félidőben nagyon jól játszott a Debrecen, de helyzeteket is kidolgozott. De utána jött a Békés Csaba a kontrákkal, a stabil védekezésből, úgyhogy ezért született meg Lekoéra. Első találata a 40. percben. Úgyhogy a félidőben tehát Debrecen Békés Csaba 1-0. Innen jövünk hamarosan. Folytatódik a második félidő. Azzal kezdik az összecsapást, csere, egyik csapatnál sem volt, ugyanaz a kezdő 11 futott a pályára ki, amelyik az első fél időben is. Tehát, és azzal mehet menni, Lekoéra, nincs eles, Lekoéra, 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 2-0. 47. perc, két percen belül 2-0-ra vezet a Békés Csaba a Debrecen ellen. Egy óriási védelmi bát kihasznál a Békés Csaba, 2-0. Szidibe. Hát, hogy vissza fog jönni a meccsbe a Debrecen? Egyelőre még nem. Egyelőre még támadnak, szépen támadnak, úgymond. Radványi.
nem tudta ezt jól megtartani Lecuera, pont meg akart fordulni vele. Zsidai még, Sidibe. Hát nagyon jól megszerzi Tombén, na kinek fogja passzolni? Pantovic. Az nagyon jó indítás lenne Vujkulecnek, de hát az nem jó. Kulcsár. Szakály. Király nem tudja elvenni a labdát tőle. Szakály, Kulcsár. Szépen megszerzi a labdát Mészáros, ezzel mehet a Csaba. Gyurján. Kettő, hát nem sikerül egy-két embert hátra adni. Marad a 2-0. Egyelőre 2-0-ás vezetés. Sidibe, az nagy labda, nagyon jó labda, Sidibének, kezdjük, ott a kipattanó, szép itt a Debrecen. Bódi Ádám góljával, szép itt a Debrecen. Egy nagyon szép, gyönyörű találattal, megérdemelten szép itt a hazai csapat. Tehát, Bódi Ádám góljával. Na nézzük közben Pantovics a csot. Szépen visszaadja Gyurjánnak. Gyurján. Nagyon szép passzok, és akkor indul Vujkulec, és be tud lépni a támadásba Gyurján, de nem sikerül megtartani a labdát. Hátra, az kezdjük. Mészáros. Gyurján, nagyon jó indítás Radványinak, és bedobásra jöhetnek a Csabaiak. Lecuerát láthatjuk a kézzeléképen. Ja, bocsánat, nem 4 találatnál jár, hanem 9-nél. És közben cseréltek a hazaiak, Zsidai helyére jön Vadnai. Tehát 9 gólnál jár Lecuera, most kapja az előbb említett Lecuera, pont most akarta előni Lecuera, és akkor már 10 találatnál járna. Sidibe, Rezes még mindig, nagyon jó elveszik a labdát a Csabaiak, Radványi, Gyurján. A közepéről is megindulhat a támadás, el is indul, Pantovics, Szűcs, Pantovics, Lecuera még, Lecuera bele a blokkba, és még a saját csapattársát is eltalálta, marad a 2-1-es, egyelőre Csabai vezetés, Lecuera. Pantovics, Vujkulec még mindig, nem tudja megtartani a labdát. Kulcsár, Gyurján, nem tudja megtartani, de mégis meg tudja szerezni Gyurján, Lecuera. Nem jó a labda. Csak nem jó passz, elnézést. Lázár, Sidibe. Szűcs. Vujkulec nem tudja megtartani a labdát. Vujkulec. Csánd, majdnem eltévesztettem a nevet. Lecuera. Gyurján. Szakály. Sidibe. Király. Meg tudja szerezni a labdát. Király? Igen, de nem tudja megtartani. Rossz a passz. Kezdjük, jön ki a kapujából, de jó ütembe. Király, Szűcs. Lecuera, nagy labdával indul, és el is indul vele Lecuera, stíberesen Lecuera, túl sokat várt vele. Addig-addig tologatta, hogy végül el is vették a labdát. A hazaiak, úgymond. Előnyszabályt alkalmaz a játék között, 10 perc van még hátra a rendes játékidőből. Egyelőre nem cserél a Békés Csaba, de szerintem, hogyha jól hallom, kapom itt az információt, hogy Gyurján fog majd lejönni. És egyelőre még nem lehet tudni, hogy ki fog a helyére jönni. És közben Gyurján, most van az előbb, mint a Gyurjánál a labda, Gyurján. Befelé cselez, Lecuera megpattan, ez már verpecé. Máté.
Szakály. Kulcsár. Mészáros. Nekoirát indította volna nagy lendülettel, de nem pontatlan a labda. Sidibe, nagyon jó labda szerzés Tombay-től. Tombay. Kiri Nekoirá, kapja is. Az nagyon jó indítás lett volna, csak hát pont ott termett egy piros mezes, úgyhogy ez a passz ez nem sikerült. 89. perc. Vadnai. Kulcsár, az szabálytalanság, szabadrugás is csere lesz a csabajaknál. És a hazaiaknál is, Rezes jön fel. Hármas csere lesz a Békés Csabánál, tehát Gyurján jön le, jön Szűcs, illetve Lekoéra, és jön fel Petrovics, Sós és Albert. Ez a hármas csere, így is van. Még az utolsó percekben járunk, tehát ez a hármas csere még belefér. Hogyha úgy tetszik. Vadnai, Vadnai, Vadnai! Szkeszik jön ki a kapujából. És azzal lehet menni. Nem sikerül megtartani a labdát, úgyhogy nem mehet a Békés Csaba. Na most azzal lehet menni. Jó a passz. És ezzel véget ér a mérkőzés. A Békés Csaba tehát legyőzi az ellenfelét, hiszen visszavág amiatt az 5-1-es veresség alkalmával, úgyhogy 2-1-re meg tudja verni a Debrecent. Úgyhogy el tudja vinni a 3 pontot az Aláh Gábor utcai sportpályáról. Addig, amíg a Debrecennek nem lesz kész a stadionja, addig itt fogják játszani a mérkőzést, ezt elfelejtettem mondani, de azt majd a következő meccsen a Debrecen, csak még egyszer játszik a Békés Csaba Debrecen ellen. Úgyhogy a végeredmény Debrecen, Békés Csaba 2-1, Debrecen 1, Békés Csaba 2. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont látásra, viszont hallásra. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Zöld-fehér csata következik innen, már harmadjára az OTP Bank Liga következő fordulójából. Már most nem a Ferencváros Újpest derbit nézhetjük meg, azért a Békés Csaba Kaposvár Rákóczi mérkőzés azért nagyon-nagyon jó mérkőzés lehet. És már csak 2 pontnyira van a harmadik helyen álló Ferencvárosra szemben a Békés Csaba, és már a negyedik helyen van a Békés Csaba, tehát Solymosi Péter vezeti a mérkőzést, de egyébként a Békés Csaba a negyedik helyen már felhúzta magát, tehát az utóbbi mérkőzések úgy alakultak, hogy a Békés Csaba a negyedik helyről várhatja a folytatást. A két csapatkapitányt láthatjuk, Juhász Györgyöt, illetve Bankot. Most nem a sok szokásos bankokra kell gondolni, hanem ez a neve. Illatható a tabella, tehát a 19. meccsnap van, és itt már 2 pontnyira van, és hogyha Békés Csaba győz, a Ferencváros meg kikap, akkor bizony helyet cserélnek a tabellán. Illatható a Békés Csaba kezdő 11-e, Lekoéra az, aki 9 gólnál jár. Itt nagyon sok változtatás történt, Albert került be, Sós, Muszkoéra és Balog, Gyurján meg Szkeszik meg Piennek. Látható a Rákóczi kezdő 11-je, Bruckner ezt a kezdő 11-et küldte pályára, Bank, illetve Horvátnak nagyon kell figyelni, hiszen ők sárgalaposak. Pavlovics, Korolján, Böle, Márkusz, Horvát is az Bank az, akire nagyon kell figyelniük. A csabaiaknak látható egy kapus. Fehér zöldben fog játszani a Rákóczi, jobbról-balról fog a vendégcsapat támadni, szokásos lábon pedig a Békés Csaba meg balról-jobbról fog támadni. És hát a jó indulattal a vendégek kezdték az összecsapást. Bank. Barba. Kororien. Babics. És Mészáros szerzi meg a labdát rögtön. Albert indítja a széléről, nem indítja a széléről. De Vujikuletnél van a labda. Egyébként Lekoéra 10, vagyis hát 9 gólnál jár, de hogyha ő szerez ezen a meccsen gólt, akkor már 10 találatnál jár. Na most kapja az előbb említett Lekoéra. Lekoéra! Mekkorát védett a kapust, utána kivágják a védők, szöglet jöhet. Ja, bocsánat, bedobás. Első ránézésre is szögletnek tűnt. Most Gyurján a kis padról nézheti a meccset, tehát a cserepadon lesz, eset van, várja, hogy majd bekerüljön.
De Kuéra lő, gól! Vezet a Békés Csaba 9. percben, rögtön a meccs elején. És ez már a 10. gólja Lekuérának a bajnokságban. Írhatatom még egyszer a gól. Hatalmas gólt szerez, tehát a fiatal támadó. 1-0, tehát a 9. percben. Muszkoérával szemben, aztán indul is Muszkoérán. Nagyon jó, már a 16-oson belül. Jó begurítás! Kampár. Kampár ugyanúgy a kapuban. Ugyanaz lenni szokott. Király most egyébként nagyon védőnek állt be. Most úgy tűnik, hogy neki most nem kellenek a támadó szekciók. Úgyhogy most nagyon jó a védelem a Békés Csabának, hiszen az előző mérkőzésen visszavágtak a Debrecentől, ugyebár itt hazai pályán 5-1-re kaptak ki, az anyu borzasztó fájó lehetett. Hát 2-1-re győztek a lilafehérek, úgyhogy egy hosszú, veretlen sorozat vehetné kezdetét, hogyha ezen a meccsen a Békés Csaba győzni fog. Közben támad a Békés Csaba, Lekóira lőtt kapásból mellé. Kirúgás. Kampár végezheti el, tehát a kirúgást. Balog. Balog azzal még mehetne, úgymond, hogy visszaszerzi Mészáros, és hát hátra adta volna a Pósernak, ugyebár ő két meccsen nem védett, úgyhogy a vezetőedző úgy gondolta, hogy itt az ideje védenie, mert már két meccsen nem védett. Ez kezdjük védett először a bajnokságban. Azzal meg nagyon jó kiugratás Lekuérának. Lekuérá, Lekuérá mellé! Hatalmas helyzet volt ez is. A 8. perc, 19. percben mellé lőtte. Tehát, meg volt a második kapura lövése a Békés Csabának. Sós. Muszkoére. Még visszaadja Sósnak, azzal viszont Kuroyan megy. Markus. Kuroyan. Pavlovics. Pavlovics. Pavlovics cselezget a 16-oson belül, az nagyon jó labdaszerzés, nem volt szabálytalanság, az viszont meg királynak kellene, hogy legyen, így is van, mármint a védőnek. Elnézést. Elnézésüket kérjük. Bele, bocsánat. Nem bankra gondoltam. Albert indul meg nagy lendülettel, nem tudja megtartani a labdát bizony Albert. De az viszont is szerzi a Békés Csaba Lekuéra. Gulyikulet. Ott a széléről indíthatná Sóst, de nem sikerül. Király. Nem tudja megszerezni a labdát, nem tudja. De aztán csak meg tudja szerezni a Békés Csaba. Juhász. Tovább engedi a labdát Lekuéra. Gulyikulet. Már nagyon régen szerzett Gulyikulet gólt. Egyelőre Pantovics az, aki gólt szerzett, itt látható Lekuéra, tehát 10 gólnál jár a bajnokságban, tehát az összes mérkőzésen 10 gólt szerzett. Úgyhogy egész jól tartja magát góllövés ígyileg. Közben Albert lő, Kampár. Kampár véd. Hát ez kapus csemege, ahogy szokták mondani. Juhász fejeli föl, Kuroyan, Markus. Nagyon jól megszerezte a labdát, esett jól, lépett. Nagyon jó akcióba! Póser! Az első vendégszöglet jöhet tehát. Kuroyan végezi el, király fejeli föl. Ott a gólhelyzet. De aztán kivágják onnan a csabaiak, és még mindig nem szabadul fel a kapu. Azzal meg lehet menni. Nem jött ki Kampár a kapujából, úgyhogy Vujikulet megy ezzel. És vissza a rövidbe hossz, vissza a hosszúba a Vujikulet. A 33. percben 2-0-ra vezet a Békés Csaba. A hatalmas góllal, tehát 2-0 a 33. percben.
35. perc. Várva, Markus. Juhász. Á, Albert nem tudta jól lefutni az emberét. És aztán csak kiart, kivezette. Ladát dobásra jöhetnek a vendégek. Baric. A Basics, bocsánat. Juhász, tovább engedi a labdát, Albert. Nem tudja megtartani, vagy hát rossz a passz, elnézést. Azzal meg lehet menni. Szkeszcsik jön ki a kapujából. Üres a kapu, és így szépít a Rákóczi. Kororian a gólszerző. A 39. percben. Hát micsoda gólzápor, kérem szépen ezen a mai találkozón. 2-1. Tehát a mérkőzés állása. És azzal lehet menni. Nem fújt a játékvezető, úgyhogy lehet. Balog. Már a 16-oson belül balog. Jó lekurítás, Muszkoéra! Hát elakadt egy vendégjátékosban. Bedobással jöhet a meccs. Tombay. Sós. Nem sikerül a passz. Pavlovics. Pavlovics. Király. Azt nem is engedi ki, király. Mert tovább a játék. Tombay. Sós. Muszkoéra. Muszkoéra. Nem tudja megtartani Muszkoéra. Vujkulet. Azt sem tudja megtartani. Lekuéra. Ő az egyetlen játékos, aki meg tudja becsületesen tartani a labdát. Viszont Muszkoéra nem jól tud passzolni. Az nem volt kint még. Bedobás. Egy perc hosszabbítás. Egyelőre, hát most egy kicsit a kapus szemszögéből láthattuk a képet. Vujkulet. Vujkulet már a 16-oson belül behúzza a cselt. Nagyon jó, már az 5-ösön belül jó begurítás! Kivágják onnan a védők. Lekuére. Nagyon jó a passz, az lesz. Első ránézésre is lesnek tűnt nekem is, és egy pillanatnyival, egy gondolatnyival. Hát így utólag visszanézve szerintem nem volt lesz. Kamper végezheti el ezt a szabadrugást, sőt, igen, kirugást. De ez meg engedi a játékvezető, mert tovább a meccs, Albert. Albert, az jó begurítás, nagyon jó begurítás! Ott a kipattanó, és mellé lövi. Ekuéra, de jöhet még egy szöglet is. Balog szöglete. Az nem jó, a fejes Muszkoérának. Mészáros, és ezzel zárul az első félidő. Békés Csaba, Kaposvári, Rákóczi, 2-1. Az első félidőben már a 9. percben megszerezte a vezetést a Békés Csaba, utána a 33. percben tovább növelt előnyét a Békés Csaba, utána a félidő zárásaként a 39. percben szépített a vendég csapat, úgyhogy a félidőben Békés Csaba, Kaposvári, Rákóczi, 2-1. Innen jövünk hamarosan. Folytatódik a második félidő. Csere egyik csapatnál sem volt. Ugyanaz a kezdő 11 futott pályára. És rögtön támadást indított volna a Békés Csaba. Tombin eladta a labdát. Muszkoéra szerzi meg rögtön a labdát. Muszkoéra, Muszkoéra, Muszkoéra! Nagyon jó lövés! Mellé! Ez hatalmas édést volt a kaputól, a kapustól. Balog szögletten jöhet tehát, rögtön a második félidő második részében, és hát az elején. Juhász, tovább engedi a labdát, király. Egy lövés, király! Mellé! Pedig ez jó helyzet volt. Jó kapura lövésnek is lehetett volna mondani. Ez nagyon jó labdaszerzés Vujkuletnek. Vujkulet még. Na hát az nem jó passz. Már bocsánat. Böle. Böle még. Babics. Barba. Barba még. Az nagyon jó labdaszerzés. És az a lehet menni. Albert, üres a szél. Most már nem üres. Feltöltötték a játékosok, úgyhogy azért nem volt üres a szél, mint a polcoknál. Muszkoéra nem tudja megtartani a labdát Muszkoéra, de azért csak kiarcolja, hogy meg tudja tartani.
Wiglet addig forgolódik, addig forgolódott, hogy kivágják onnan a védők. Nem védők, bocsánat, a támadó, és a játékos. Egyik játékos. Albert indult volna meg nagy lendülete, mert nagyon jól elvette a labdát. Marcus. Marcus még mindig. Marcus. Marcus. Még mindig egyedül. Okoká. És Juhász. Jókor, jó időben. Volt olyan időben, hogy pont rápattant a labda, és ezért ez a helyzet kimaradt. Sósnál van a labda közben, már a 16-osa belül jól. Juhász, Muscoéra, Muscoéra, az nagyon jó, Muscoéra! Nem tud lőni, elesett a 16-oson belül. Hát, nem tudom, ez érdemes lenne ezt visszanézni, mert ez akár még büntető is lehetett volna. Hát, ez jó kérdés. Tehát itt jön Muscoéra. Igen, ez egyértelmű 11-es. Másodjára is, és ezért ez 11-es lehetett volna. Marad a 2-1-es Csabai vezetés tehát. Marad a... És közben támad a Békés Csaba, Juhász egy lövés Juhásztól mellé! És rögtön cserél a Békés Csaba. Albert helyére jön Gyurján. A jól játszó Gyurján jön fel Albert helyére, tehát az a tehát Albert jól játszott ezen a meccsen, de nem sikerült gólt lőnie. Majd meglátjuk, hogy Gyurján hogy fog játszani. Hát egyelőre az új szerzemény nagyon jól tud játszani. Úgymond újonc, tehát a szombathelyi haladástól jött. Ezekre, Vikulet, Muscoéra. Muscoéra. Nagyon jó! Ott a gól! 3-1 a 66. percben, tehát 3-1-re vezet a Békés Csaba. Muscoéra gól szerzett, tehát hosszúba lőtte. Esélyesen volt Kappaninak védenie. 3-1. Lecuera. Az nagyon jó labda a Lecuerának. Lecuera. Le is adhatnánk el Lecuerára. Nagyon jó, Vujkulet! Nem tudta jól átvenni. Király. Jól labdát szerzett. Babics. Király. Gyurján. Vujkulet. Gyurján nem tudja megtartani a labdát. A labdát, bocsánat. Böle, az óriási terület, de nem sikerül támadni. Balog. Gyurján indul meg nagy lendülettel, nincsen les. Gyurján. Le kell passzolni, nagyon jól lepassz. Lecuerára. Muscoéra, mert megint Muscoéra. Nem volt az a labda pont a 16-oson belül. Juhász, lő! Mellé! Óriási helyzet maradt ki. Cserélnek a vendégek Balázs helyére, és hát Balázs jön fel Böle helyére. És a ránézésre is először azt hittem, hogy szöglet lesz, és közben nem. Marad a kettő, eset, bocsánat, most már 3-1. Juhász. Tovább engedi a labdát. Nem sikerül Muscoérának megtartani a labdát. Csós. Lecuerára. Juhász. Lecuerára. Csós. Középre. Egy lövés Lecuerától. Kampár véd. Amikor visszanéztük a Muscoéra gólját, akkor azt mondtam, hogy Campani, bocsánat, akkor Kampár. Lecuerára. Esélyesen volt Kampárnak védenie. Elnézést. Nagyon jó labdaszerzés, aztán visszafújja a játékvezető, szabadrugást kapnak a vendégek. Hát nem visszafújja, elnézést.
befújt a szabálytalanságnak. Gyurján. Gulyikulett. Nem jó a labda. Nem jó a passz, bocsánat. A labda az tökéletes. Kororien. Ott a gólhelyzet közben. De sikerül a védőknek megmenteniük a helyzetet. Muszkvaira, az nagyon üres terület Sósnak, azzal lehet menni Sósnak. És fölé rúgja Sós! Mit hagyott ki Sós, te jóságos ég! Bankot meg Babicsot láthatjuk a közeli képen. Lehet, hogy cserére szállni Bruckner László, a vendégek vezetőedzője. Vrukai Olák jön fel, Babics és Markus helyére. És akkor kettős csere lesz a Békés Csabának is. Petrovics, illetve... Petrovics és Pantovics jön fel, Lecuera, Muscuera helyére. A jó játszó, 10 gólos, Lecuera jön le, és helyére pedig Pantovics érkezett. Király, jól szerezte meg a labdát, nagyon jó védőnek, de majd csatárnak is jó beállítják, azt mondja, majd, az kérdéses. Király szerzi meg a labdát nagy lendülettel. Király. Nagyon jó indítás az Vujkuletnek. Vujkulet. Kéri Sós. Vagy bocsánat, Petrovics. Kapja is. A 16-oson belül. Nagyon jó begurítás. Vujkulet nem tudja megtartani. Pavlovics. 88. perc. Sós. Pantovics. Vrukia. Rukina. Jó lett volna a passz Gyurjánnak. Gyurjántól. Király nagyon jó szereléseket mutat be. Egyelőre sárgalapokat nem is osztott a játékvezető ezen a meccsen. Meg sárgalaposok sincsenek a csobajaknak. Csobajaknál. És ezzel véget ér a mérkőzés, kérem szépen. A Békés Csaba, hogyha nem nyert a Ferencváros, akkor megelőzte a Ferencvárost a Békés Csaba, tehát, és a Békés Csaba megelőzte a Ferencvárost, és ezzel a győzelemben nagyon nagy esélyei vannak a top 3 bekerülésébe. Lecuera, Vujkulet és Muscuera az, aki gólt szerzett ez a ma meccsen, és a csapajak részéről, és a vendégekről meg Kororian az, aki szerzett. Úgyhogy a végeredmény még egyszer, Békés Csaba, Kaposvári Rákóczi SE 3-1. Köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra, viszonthallásra. Én viszont megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, kedves emberek, hogyha ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, én Forum 12 voltam, ma továbbra is, sziasztok! Sziasztok!